Köszöntök mindenkit a Mi Hazánk ifjai első vezetőképzőjén. 2018-ban a Mi Hazánk mozgalom alakulását követően pár hónappal alakult meg ifjúsági szervezetünk. Ifjúsági szervezetünk és a párt között eddig is fentállt a kettős tagság lehetősége. Ezt továbbra is fenntartjuk, és mindenkit bíztatok arra, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. A Mi Hazánk ifjai azonban egy minőségi, új, jobboldali szervezetnek indult, és annak is kell lennie a jövőben, így visszatér a vaskalapos keresztény rend. Visszatérünk ehhez az irányvonalhoz, mert erre van szükség. Olyan szervezet leszünk, ahová akarnak majd tartozni a fiatalok, és akik tagjai, azok büszkén vallják majd és vállalják majd ezt a közösséget. Csak a legkiválóbbaknak lesz itt helyük, mert olyan fiatalokra van szükségem, akikben meg tudok bízni, akikre bajtársként számíthatok, akik szilárd identitással bírnak és tisztában vannak felelősségükkel. Tisztában vannak annak súlyával, hogy rajtunk áll, merre halad Magyarország ifjúságának, Magyarországnak és Európának a jövője. Olyan fiatalokra van szükségem, akik egyéni érdekeiket háttérbe szorítva képesek tenni közösségünkért. Ha kell, lemondanak egy bulit azért, mert tudják, szükség van rájuk a kulturális csatatéren. Meg kell tanulni helytállni az élet számos színterén. Helytállni a tanulmányok és a munkavilágában, a családi életben, és időt kell szánnunk Istenünk, nemzetünk szolgálatára is. Ez a hármas egy olyan kötelék, melyet meg kell tanulnunk kezelni. Bármennyire nehéz, el kell fogadjuk, hogy egy magasabb cél, egy magasabb rend érdekében az egyéni érdeket, a szórakozást háttérbe kell szorítsuk. Hogy megéri-e mindez itt a Földön, földi életünkben? Azt nem tudjuk. De az biztos, hogy földi életünkön túl alázatos, áldozatos munkánkért pozitív elbírálásban lesz részünk. Ezért van szükség a magasabb rendűben való hitre, az Istenben való hitre. Mert földi életünk kényelméről le kell mondanunk. A modern kor kényelem igénye elpuhít, és természeti ösztöneinket rombolva pusztítja a kényelem magát az embert. A jobboldaliság a kényelemről való lemondást jelenti. Ez az áldozatkészség. Ez a jobboldaliságnak az egyik olyan alappillére, amit minimumként a jövőben itt meg fogunk követelni. És a túlvilági végítéletben való hitünk erőt ad akkor is, amikor esélytelennek látjuk a küzdelmet. Amikor nem látjuk, hogy hova fog vezetni és hogyan jutunk oda, amikor nem látjuk értelmét, akkor is a hitünk az erőt ad ahhoz, a végső hitünk ad végső kitartást ahhoz, hogy a célunkat elérjük. És ezt meg kell érteni. Tudom, hogy ez egy nehéz küzdelem, amire szólítalak most benneteket. De éppen ezért csak a legrátermettebbek, akik képesek halálukig folytatni ezt a harcot. És nekem azokra a kevesekre van szükségem. Nem azokra a sokaságra, akik ugyan nemzeti érzelműek, de tettektől távol maradva élik kicsinyes, kishitű, önző életüket. Akikben ez felértékelődik, és nem múlik el nap, hogy ne tenne valamit Istenéért, hazájáért, azokra van szükségem. Azokra, akik hetente legalább 1-2 órát áldozni tudnak szervezetünk építésére, azokra, akikben megvan a szándék a fejlődésre, az önművelésre, azokra, akik Krisztus katonái kívánnak lenni, és helyre akarják állítani a világ természetes rendjét. És aki nem érti, miről beszélek, és most gondolataiban legyint rám egyet, arra a jövőben nincs szükségünk semmilyen formában. Szakpolitikánkat és mindennapi élet problémáira megoldási javaslatainkat továbbra is hirdetni fogjuk, de ideológiai politizálást is szükséges folytatnunk. Ugyan a párpolitika világában mozgunk, de tagságunk körében és kifelé egyaránt meg kell kezdenünk metapolitikai, nemzetnevelői tevékenységünket. Erre készüljetek a jövőben. Ennek tudatában vegyetek részt a mai vezetőképzőn, megbecsülve azt, hogy itt lehettek, és hogy értetek, mint a Mi Hazánk ifjainak a tagjaiért. Jött ma el Dózs Dávid, jön majd el Kisberg Szabolcs, Kirityán Zsolt,
és Toroszkai László. Hallgassátok a beszélgetéseket figyelemmel, jegyzeteljetek sokat, és vegyétek a jó példát vendégeinkről. És mivel vezetőképzőről van szó, gondolataimat azzal zárnám, hogy kiből is válik a jó vezető. Abból válik jó vezető, aki előbb megtanulja, hogy hogyan kell követni. Abból, aki önmagában kezdi meg a változást, és előbb megtanul önmagának parancsolni. Abból, aki világnézetét nem csak hirdeti, hanem mindennapjaiban éli meg. Abból, aki választás nélkül kivívja azt a tiszteletet, hogy vezetőként kövessék. Kívánom, hogy segítse fejlődéseteket az első országos vezetőképzőnk, és az itt megszerzett tudást hasznosítsátok, majd adjátok tovább. Legyen célra vezető napunk!